Köszöntöm a képviselőtestület tagjait, a jegyzőurat, az intézmények, illetve a hivatalunk képviselőit, minden kedves megjelent vendégünket és mindenkit, aki a televízión, illetve a média, a Boglár médián keresztül, Facebook oldalon, vagy valamilyen egyéb csatornán, YouTube-on majd megtekinti ezt a közmeghallgatási felvételt, illetve élőben most esetleg figyel minket. Mielőtt a közmeghallgatást elkezdenénk, annyival szeretném kicsit a hangulatot is megemelni, hogy hadd mutassam be Klossz Miklós Boglár szülöttjének Toroczko albumát, amelyel megajándékoztam a mai napon a képviselő testület tagjait. Egy csodálatos albumról van szó, mert a város is támogatott, hogy megjelenhetett, és nagy dicséret Miklósnak ezért a művéért, ami azt gondolom világszínvonalú, és hát ráadásul csodálatos fotókat tartalmaz. Gratulálunk hozzá! A közmeghallgatáshoz egy rövid felütés csak annyi, hogy ezt mindig azért tartjuk novemberben, hogy a költségvetés tervezéséhez figyelembe lehessen venni az esetleges lakossági javaslatokat, észrevételeket. Ehhez csak annyit tudok mondani, hogy a jövő évi költségvetés tervezéséhez nagyon-nagyon szűk a boglári önkormányzat, a képviselőtestület lehetősége. Az energiaválság olyan súlyos probléma elé állít minket, amely bizonyára sok olyan tervünket amelyel egyébként nyilvánvalóan megígértünk, vagy számítunk rá, vagy esetleg számítottak rá. Az előzetes becslések szerint is 200 millió forint az a többletköltség, amelyel a gáz és a villanyáram megterheli a város büdzséjét. Ezzel gyakorlatilag a mínuszban megyünk át, tehát a lét-nem lét határán fogunk táncolni egész évben. Két célunk lehet a jövő évi költségvetésben, azt hiszem egyedül a túlélést, a fizetőképesség megőrzése, illetve ameddig lehet a munkahelyek megőrzése. Ez a kettő cél, ha teljesül jövőre, akkor azt gondolom, hogy jövő év végén teljesítettük azt, ami a jövő év lehetősége. Nem zárom ki, hogy javulhat valamelyest a helyzet és a helyi karbantartásokon is, az egyéb állammegóváson kívül valamilyen fejlesztésre jut pénz önerőből, az lenne a legjobb, de ez most előre láthatóan azért kevés lesz. Az biztos, hogy azok a nagy projektek, amelyek elindultak, már megvan rájuk a fedezet, azok befejeződnek, tehát a csatorna, a vízelvezetés, a Várdombi magas ösvény, azok megépülhetnek. Még az év végéig, vagy a télen azok a kisebb beruházásaink, szőlős kislakon, játszótérnek, urnafalak ígértünk, tehát egy-két ilyen apró buszmegállók is elkészültek, tehát ezek az apró önerős beruházásokat le tudjuk zárni, de a jövő évről egyelőre nem tudok konkrétumot mondani, hogy milyen járda program, vagy annyi Szabadság utcai járdát is sem tudjuk már biztosan megcsinálni idén sem, jövőre, pedig megnézzük a lehetőségeket. Tehát előjáróban annyit, hogy biztos, hogy jogos sok felvetés, biztos, hogy jogos sok további felújítási igény, de a város lehetőségei, úgy, mint egyébként minden önkormányzat lehetőségei a jövő évre biztosan korlátozottak lesznek. Így is nagyon sok takarékossági intézkedést hoztunk már meg. Mai ülésen is döntöttünk további januárban bevezetendő megszorításokról, amelyek nyilvánvalóan itt az intézmények szolgáltatási körét szorítja meg, de még lehet, hogy ez sem lesz elég. És biztos, hogy nagyon nehéz helyzetben leszünk a költségvetés elfogadásakor is, amikor ezzel szembesíteni kell magunkat, illetve a város lakóit is a sajnos tényhelyzettel. Ezzel a nem túl mondjuk így biztató felütéssel nyitom meg a kérdéseknek a lehetőségét a mai közmeghallgatáson, tehát a szó az önöké. Arra kérek mindenkit, hogy ha nem tudunk, olyan kérdés lesznek fel, amelyre most nem tudunk válaszolni, akkor természetesen a jegyzőorvosodik róla, hogy írásban válaszolunk. Ezért a lakcímet és a nevet kérjük a kérdés sokkor bemondani, hogy a jegyzőkönyvbe ezt le tudjuk jegyezni.
kérem, ha van hozzászólásuk, kérdésük a mai napon, akkor most lehet ezt feltenni. Hogyha még gondolkoznak, van olyan közérdekű téma, amit azt gondolom, hogy fölvetnék én is, hogyha ott ülnék az önök helyén, hogyha ez nem vetődött fel, de várom, hát ha valaki fölveti, vagy kérdést tesz föl a Fodor villával kapcsolatosan, amely bekerült az országos médiába is, ugye a miniszter tanácsüdülő területén történő építkezés, és a főépítészt is azért kértük, hogy első kézből is azért ebben, mint ahogy a 24.hu cikkében is ebből tájékoztatást megadta, illetve hát a parkolási rendszer az, ami még esetleg olyan közérdekű téma, ha erről várok esetleg kérdést, ha van konkrét kérdés, hanem akkor erről szívesen adok még tájékoztatót, hiszen ezek olyan témák, amelyek foglalkoztatják azért a közéleményt. Nyilván nagyon sok minden egyéb más is, úgyhogy ezért előbb megkérdezem, hogy van-e valakinek most rögtön kérdése. Egyet látok, egy jelentkező, Steiner úr. Steiner László, Balatonbogár, Aranybunc 3, Európa. Európa? Jó. Teljesen. Nem Dél-Európa. Ja. Földvilág egyetem. Magyarország Európa. Én nem ilyen abszolút napi kérdést szeretnék intézni a tisztelt képviselőtisztelő polgármesteréhoz, hanem Balatonbogár aktivitása a Veszprém Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programban. Ez röviden WEB EKF 2023 néven szerepel az egész adminisztrációban, amihez keresztül jutott. Talán fölidézném, hogy Boglár 2022. január 17-én együttműködési megállapodással csatlakozott a WEB EKF 2023 programhoz, aminek van egy belépő díja, mondjuk nevezzük kontagságinak, ez szerint számításaink szerint 18.900 euró, kb. 7,7 millió forint. Szeretném előre bocsájtani, hogy véleményem szerint ez az összeg egy nagyon méltányos, jó klubtagsági belépő, ha kihasználjuk ennek az előnyeit és lehetőségeit, tehát a klubtagsággal járó előnyeket. Ugyanis az EKF program értékei globálisan, ez hozzáférhető, mindannak most mondok, ez publikus hozzáférhető adat. Az EKF program, tehát az európai program négy fő előnyt sorol föl. Nyitottság erősíti az EU népeinek összetartását, bemutatkozás lehetőséget kínál a kevéssé ismert régiók bemutatkozására többi európai állam előtt, bevonás érdekelté teszi az adott területeken élőket, hogy részt vegyenek a terület fejlesztésében, így növelve a kötődést a lakosság és a település között. Mintázat a nyertes városok fejlődése pozitív példaként szolgálhat más települések kulturális iparának fejlesztésében. A Veszprém Balaton program, amelyet kb. 2020 körül kezdtek, 18 inkább mondom, fejleszteni, akkor jelent meg a program helyi régiós értékeiről egy 5 pontos deklaráció, tehát hogy Veszprém Balaton, hogy képzeli ezt az Európa Kulturális Fővárosa programot beépülve a régióba, egy közösségépítés, hozzájárul a széttöredezett és egymással nem kommunikáló társadalmi rétegek kapcsolódásához. 2. Önkéntesség, a közösség aktivitálásával bevonja és új tapasztalatokhoz segíti a régió lakóit. 3. Hagyomány, olyan projektek létrejöttét támogatja, amelyek tudatában vannak a lokális értékeknek, és ezek mentén tervez fejlesztéseket végrehajtani. 4. Innováció, az új piaci és szellemi produktumok előállításával serkenti a térség iránti kulturális és gazdasági keresletet. És végül az 5. fenntarthatóság, olyan fejlesztéseket valósítunk meg, amik segítik a régió modernizációját, mindezt oly módon, hogy azok hosszú távon is a régió környezeti és gazdasági érdekeit szolgálják. Tehát egy ilyen klubba léptünk be, ezért januárjában, amely, ha érdekes, akkor föl tudom sorolni, hogy ő milyen
szolgáltatásokat, tehát túl azon saját mindenki pénzt behozni, milyen szolgáltatásokat kínál a klub tagjainak. A Balatonfoglalási számomra elérhető csatornákon, holnap Facebook tájékoztatón nem találtam információt a Boglári EKR tevékenységről, azonban 2022. november 11-én Budapesten tartott konferencián foglalkoztak a Veszprém Balaton kulturális fővárosi projekttel, ezen részt vett Mészáros Miklós polgármester úr is, és ezen a konferencián Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter úr hangsúlyozta, hogy az EKR, az EFK, nem EKR, bocsánat, nem csupán kulturális programsorozat, hanem annál több, régióalkotási és közösségépítési folyamat is. Pont a szó szerint így szólt a mondata, az EKR projektek 4 évtizeddel ezelőtti elindításával az EU célja az volt, hogy bemutassa az európai kultúra sokszínűségét, építse az európai identitást, ugyanakkor megerősítse a helyi közösségek önazonosságát is. Emlékeztetett erre, és kiemelte, hogy az Európai Kulturális Főváros Program prioritásai jellemzően a turizmus fejlesztése, az imázskeltés, a városi revitalizáció, valamint munkahelyteremtés. Tehát én azt gondolom, bár nem találtam rá semmiféle nyomot, hogy ez valamilyen döntés lett volna a város részéről, de azt gondolom, hogy jó helyre tette be a város ezt az összeget. Még egyszer mondom, ez az én magánszámításom, de miután normatív a lakosság, arányos normatív a lakosság számmal, arányos normatív a gondolom, nagyot nem tévedtem. Tehát én ha abban a helyzetben lettem volna, melegen ajánlottam volna, hogy ebben részt kell venni. Én azt kérdezem a tisztelt képviselőtestület és polgármester úrtól, hogy a fentiek tükrében és az információ hiányok okán mit tett eddig és mit fog tenni a város vezetése annak érdekében, hogy kiaknázza ennek a WERT EKF 2023 programban rejlő lehetőségeket, és miben tudják önöket támogatni a civil szervezetek, mind a polgármester úr, mind az önkormányzat munkáját, az EKF projekt sikere érdekében. Tekintete arra, hogy ez egy elég tömör és elég nehéz kérdés, én ezt írásban beterjesztelném, és nem várok válaszni erre, de ha kapok, annak már örülök. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm szépen a kérdését és a hozzászólását. Igen, hát a választ a képviselőtestületen itti ülésen is téma volt a jövő évi Európa Kulturális Fővárosa rendezvénysorozat, illetve programsorozat, amelyel egyébként a város megbízta ennek a szervezésével, gondozásával a balatoni hajózás, Boglár-Balatoni hajózások, nem tudom pontosan az egyesület nevét most így a Kopasz Árpádot, és az ő felelősségi körébe tartozik ennek, ugye? Jankovics alapítvány? Igen, Jankovics alapítvány, igen, több alapítvány. Lényeg az, hogy a Jankovics alapítvány megbíztuk ennek a gondozásával, és várjuk az ő beszámolójukat is, erre kérjük majd meg az elnök urat, hogy ezt tárja a képviselőtestület elé, hogy milyen lehetőségeket lát a következő évben, hogy minél többet merítsünk azokból, amit a Steiner úr is elmondott. Jó, tehát nem konkrétan a város szervezi, hanem annak idején ezt átadtuk a Jankovics közalapítványnak, amely a város tulajdonában lévő közalapítvány. Mi nekünk erre valóban egy tagsági díjat kellett fizetni, 1 euró per év, de a Tücsi, mint szakember vagy szakértője ennek a kérdésnek, meg talán ebben dolgoztál is, akkor még ebben kérem a hozzászólásodat. Én csak annyival egészíteném ki a polgármester úr szavait. Amikor ez az együttműködés kezdődött, akkor a boglári civil szervezetek szinte mindannyian meg lettek hívva az alakuló történetre. Azt hiszem, hogy 3 vagy 4 szervezetre voltunk ott jelen. Úgyhogy hiányzik ez a civil összefogásos történet. Mondjuk minden szentnek maga felé hagyjuk a keze, de a mi egyesületünk például pályázott Európa Unió EKF-es pályázatra az NK-nál, ahol már ugye az volt az alapfeltétel, hogy azon szervezet pályázhat, amelynek a székhelye olyan városban vagy településen van, aki csatlakozott ehhez a közösséghez.
Én ezúton is szívesen felajánlom a segítségemet, ha bármilyen van, kedves Steiner úr, fogjunk össze, mert hát Balatonboglár azért nem kevésbé híres a közösségek fejlesztéséről. Vannak már most is olyan programok, amik futnak ennek a keretében, és lehet csatlakozni meg bárjuk is. Tessék nyugodtan figyelgetni minket is, mert segítünk ebben. Nagyon sok lehetőségünk van, csak hát igen, a csatornákkal majd gond lesz. De hozok ide is az irodába, és hozok majd prospektusokat, hogy lehessen tudni, hogy mi van a városban, és a honlapunkon, és e-mailben is, amit létezik, értesítek én úgy. Jó, tehát akkor ezt köszönöm, mert ezzel sokat segítettem, de jó, tehát attól függetlenül az alapítványt megkérdezzük, hogy hogy állnak a szervezéssel. És az írásbeli választ megadjuk. Steiner úr, én visszakérte a szót. Elnézést kérek, de most úgy érzem, hogy kell, hogy szóljak. Nem baj? Nem, hát visszaadtam a szót, tessék. Tehát itt nem csak a kultúráról van szó, és mutatok egy dolgot, ami ingyen és bérmentve az a Veszprém Balaton Európa Kultúrás Főváros, az image. Itt vannak letölthető internetről, hogy hogyan lehet például, hát itt Balacsony Törbevinc, meg Balatonfüred logójára kitenni, hogy Európai Kultúrás Főváros milyen színek lebontják minden. Tehát hozzásegít ahhoz, hogy mondjuk Balatonboglárnak a honlapján egy évig, vagy annál tovább, jelenjen meg. És itt tovább is, tehát őrült hosszú a tárháza annak, amit nyújtanak a részvevőknek, a hát Veszprém, de tulajdonképpen a régiós ZRT, tehát akik csinálják ezt a kulturális főváros programot, le kell nyúlni érte, és ez nem befolyásolja a költségvetést, mert ezt már befizettük. Tehát az a lényeg, hogy ezzel a pénzzel már megvettük a belépjegyünket, és ilyenekhez férünk hozzá. Köszönöm szépen. Köszönöm a kiegészítését. További kérdések következnek. Tessék. Takács Erdély, Szörös Kisvak, Lentes utca 10. Szóval nekem csak az lenne a kérdésem Polgármestertől, hogy hallottam a főépítkeztő tájékoztatását a Kisvaki Művelődési Ház felújításának átszervezésére félfüllel, tehát én akkor még dolgoztam, csak amit a neten hallottam. Ugye volt január elején Kisvakon egy lakossági fórum, sok minden elhangzott. Volt egy ilyen kijelentés, hogy 2022 év költségvetésének a nagy nyertes a Szörös Kisvak lesz. Hát ebből még sok mindent nem nagyon látunk, de attól függetlenül reménykedünk abban, hogy a művelődési ház tényleg lassan el fog indulni a felújításában, mert ez a mi érdekünk. Csak azt szeretném megkérdezni, hogy mi a garancia, hogy egyáltalán elindul a beruházás, és hogyha elindul, mikorra kell, hogy végre befejeződjön. Tehát, hogy mi az az utolsó időpont, amíg reménykedhetünk abban, hogy ez a projekt valamilyen módon nem meg fog valósulni. Köszönöm. Erre nagyon gyors választ tudok adni. Semmi garancia nincs. Az, hogy Kislaka nyertese, az a 22 elején még tényleg mi is így gondoltuk, de azóta egy milliárdos projektet kihúzott a válság, és a magyar kormány ugye ezt a támogatást nem adja meg, illetve ez egy kimondott szerencse, hogy ezt a Kislaki kultúrázra vonatkozó fejlesztési támogatást valamiért nem vonták vissza. Úgyhogy csak egy hajszál reményünk van arra, hogy év végéig ezt esetleg a Lechner Tudásközponthoz benyújtott módosítási igényünket akceptálják, és nem kerül ez a pénz is a válság süllyesztőjébe, illetve hát reménykedünk, hogy ezt jóvá hagyják, és akkor a jövő tavasszal kell ennek a beruházásnak legkésőbb elkészülni, ugye akkor tudom. Jövő tavaszra. 24. Tehát 23 tavasz. Nem, hát ez néhány hónapos munka. Hogyha elfogadják, egy gyorsított közbeszerzés, mert ugye az értékhatár az olyan, és akkor elvileg ezt néhány márciusig, április, májusig ennek le kell futnia. Hát nyilván ott van egy határidő, aztán április, nem mennyi április, március 30. Hát nyilván lehet egy hónapot kérni hosszabbítást, ha már ott tartanak jó volna, de ez egy tavaszi időszak. Ehhez először az kell, hogy ezt a kérésünket a támogató jóvá hagyja, és erre semmi garancia nincs. Tehát sajnos ezt kell mondanom, hogy garancia nincs, a lehetőség az addig fennáll, amíg választ nem kapunk.
eldöntenünk, hogy igen vagy nem. Keserű Zoltán. Javaslom, hogy esetleg a Szolyépítész úr röviden összefoglalná Péter. Ja, hát igen, mert ugye nem mindenki, szó, ha sikerül. Igen, mert ugye adtuk ugyan élőben a Szolyépítész úr rövid tájékoztatását, de akkor ezt, hogyha itt vagy már úgyis, akkor kihasználjuk, hogy hát ha valaki most kapcsolódott be, vagy itt az itt jelenlévők, hogy tudják, hogy miről beszélünk, akkor még egyszer megkérlek, hogy 2 percben foglald össze a Kislaki Kultúrházra vonatkozó módosítási tervünket, amelyet beküldünk a támogatásra. Ugye 94 millió forintba körülbelül mi az, ami számításait szerint belefér. Igen. Köszönöm. A Kislaki Kultúrház felújítása az egy alapvetően energetikai felújítás lesz reményeink szerint. Beszéljük, tehát egy energetikai felújításunk végezni, eddig úgy gondoltuk, hogy a belgai orvosi rendelőt és a szolgálati lakást érintő bővítés lesz, de ezt most elvetettük, mivel az épületnek Magyarország hőszigetelése fűtési módjátásért be kell zárni, tudjuk működtetni, ezért úgy döntöttük, hogy inkább a külső felújításra, hőszigetelésre, világzárók cserére koncentrálunk és a fűtési rendszerre. És most, hogy átérjünk a gázrendszerében klímás fűtő-fűtő rendszerre, és alapvetően az épület kívülről teljes mértékben meg fog újulni hőszigeteléssel, ablakokkal, új színezéssel. Belül viszont csak a nagy színház termet és a színpad környékét újítanánk fel. Nyilván nem nagy belső építészeti kialakításokra, mint a Hungári, csak egy sokkal kultusosabb kultúrát a környezettel, hogy lehessen használni és egyáltalán lehessen működtetni az energetikai oldalról. És a könyvtárban lévő vizetblokkot szeretném felújítani, hogy az is használható legyen, hogy akartak nem tudom 50 éve, úgy néz ki, ahogy kinéz. És akkor igazából a kultúrháznak egy ilyen vizetblokkkal együtt egy működőképes belsőt tudunk rendelni. És későbbiekben, amit megterveztünk, hogy lesz átalakítva a belseje, azt természetesen nem vetettünk el, de ez a jellegű felújítás az nem ért, és viszont lehetőséget fog arra adni, hogy ezt később el tudjuk végezni. Tehát most kívül a cél lesz, belül a kevésbé, de a színház terem az használhatóvá válik, és ott a lehetőség, hogy kihasználják a helyét mindenféle rendezvényekre. Ez a lényeges felújítás. Ez a terv legalábbis, amelyet még egyszer mondom, beküldünk, és ha támogatást nyer a változtatási kérelmünk, akkor rá válik majd valóságá, vagy válhat valóságá. Visszaadom a szót a Takács úrnak. Köszönöm szépen a tájékoztatást. Igazából egy kényes kérdés maradt ehhez, hogy a klubhelység, ugye a polgármester úr megígérte, hogy lesz az helyi egyesületeknek valami olyan tere, ahol gyakorlatilag tudnak találkozni, meg tudják az egyesületi gyűléseiket tartani, és illetve technikai eszközöket el tudjuk esetleg raktározni. Most azt nem tudom, főépítészt megkérdezni esetleg lehet, hogy mondjuk, hogyha marad minden ugyanebben a struktúrában, tehát marad a könyvtár, az összes többi helység nem kerül felcserélésre, hogy van-e arra mód és lehetőség, hogy legalább a szolgálati lakást olyan rendben, olyan szintre hozzák fel, hogy az használható legyen, mert most jelen pillanatban használhatatlan minden, még raktározással is gyakorlatilag. Most erre nem tudok hirtelen pozitív választ adni, hogy a szolgálati lakást fel tudjuk javítani, most eléggé határolódunk a költségvetésnek is, amit eddig elmondtam. Ami nekem eszembe jutott hirtelen, hogy van egy olyan előtervünk, egy előcsalnikunk nevezett tér, ami jelenleg egy ilyen buta raktárnak kinéző, és ezt viszont beletettem az előzetes anyagba, hogy azt egy picit rendezünk új butorokkal is, hogy ez egy ilyen jobban használható térben, ami egy ilyen 40 négyzetméteres terület, tehát én azt gondolom, hogy abban már akár 20 ember is el tud férni, a fűtés megtalálható, és új világítások is lesznek a minden teremben, tehát én szerintem, hogyha van rá igény, akkor ezt az előtt lehet használni. Mivel a WC blokkot felújítjuk a könyvtárban, ezért ezzel együtt már egy jó használható terület szerintem.
Annyit, hogy a színpad mögött is van kettő kisebb ilyen eredetben gondolom öltözőnek készült helyiség. Annak is a padlóját, a színpad padlóját is szeretnénk újra építeni. Tehát ez a két helység erre kérdezően senki nem használ, hogy én benéztem, de azt is azt gondolom, hogy jobban ki lehetne használni akármilyen tárolásra vagy öltözésre. Én úgy gondolom, ez egy olyan épület lesz, hogy már most a törölhegyeken múlik, hogy ezt mennyire tudják kihasználni utána. Nagyon feltételes móddal, persze, mert ugye... Hát igen. Jó. Következő kérdezőnk, Zita. Zita vagyok, Jankovics, a 1958-ból. Ha már könnyű, akkor az a kezelném, hogy említsük meg akkor, a nemrégiben megjelent és Karazolta képviselő által írt járgasztalról szóló könyvet is, aminek bejelentését egyébként hiányoltam legutóbb. Hát nem kaptam belőle, úgyhogy nem tudtam bejelentni. Nem, hát ön is hiányoltam, de vagy a beszakolójában sem említette. De akkor most itt említsük meg, nyilván azért került most szóba, mert már fogyott a példányszám. Jankovics szereppel kapcsolatban szeretnék ilyen kérdést feltenni. Nem tudom, hogy jól tudom-e, lehet, hogy le vagyok maradva, hogy december 1-ével indul a parkolási rendszer Bográron. Hát inkább január 1. Mindegy, tehát valamikor indul a parkolási rendszer. És az első kérdésem az lenne, hogy tervezik-e Jankovics szereppel tüzető parkoló kialakítását? Erre nagyon rövid válasz, igen. Nem tudjuk, hogy mikor lesz rá pénz. Illetve, amíg nincs Jankovicson fizető parkolás kialakítása, mit szándékoznak tenni a városból kijövő parkoló autókkal azon a helyszínen, a posta közben, ahol már így sem lehet parkolni nálam. És nem, hogy parkolni nem lehet, de a rendőrautó, a tűzoltóautó sem tud közlekedni, de tovább megy egy kis teherautóval sem lehet közlekedni, olyan felfordulás van. Tehát ezerszer jeleztük már, a rendőrséget is többször kihívtuk büntetni, nem büntetnek, utána nem történik semmi, a nyári hónapokban teljesen lehetetlen a közlekedő. Tehát a posta közül van szó. Tudom, hogy nem tudom, válaszolni, vagy mondjam tovább is. Tehát van-e valami koncepció erre nézve, hogy ott történik valami? A végső koncepció az, hogy legyen ott egy parkolóra, amelynek egy fő szabályzó szerepe az, hogy egy kicsit a forgalmat csökkenti, behatárolja. De mint mondtam, erre most a jövő évben biztos, hogy nem kerül még sor. Az, hogy 23-ban vagy 24-ben, az meg majd eldől. Az, hogy hogyan lesz ott a forgalom irányítva, hát az nyilván forgalom technikai kérdés. Az, hogy biztos, hogy tömeg van, az hogy érzékelhető. Ezt én is látom. Jankor és Ölepen az elmúlt időben, az elmúlt 5 évben a Szabadságliget utcában kiépült rengeteg új nyaraló, társasházak, legalább 500 ezer, de lehet, hogy még több fővel megnövelve Jankor és Ölep nyaraló közönségét, és ez csak azok, akiknek ott van nyaralójuk, de közlekednek. És ehhez kapcsolódik a következő kérdés, a József Attila utcai közlekedési mitéria, ami szintén a nyári hónapok problémája, ezt is ezerszer jeleztük már, több ígéret is elhangzott, volt szó fekvőrendőről, volt szó közlekedési táv, tehát ilyen lassító, lassíts, ledes, kijelzős dologról. Most arra már az a helyzet, hogy a 20 km/h jelzőtávlák is eltűntek. Ugyanakkor engem személyesen konkrétan legalább párhozom, mert nem ütöttek éjszaka, mert autók száguldoznak, teljesen lehetetlen helyzet. Forgalom irányítás ma nem vagyok illetékes ebben a körben, nem tudom, Laci, van válaszunk valamit? A József Attila utcában, illetve akkor is telep egész részén lakókijelző vezet tábla van kilakva a
telepre való behajtóhelyen, és ez azzal jár, hogy 20 km-es sebességhatárt be kell tartani a járműveknek. Tehát nem szükséges emellett még egy külön 20 km-es sebességkorlátozott tábla kihelyezése is. A József Attila utcában az egyik oldalon lehet parkolni, ugyanígy a Radnóti utcában, és még a Posta közben csak egy oldalon lehet majd parkolni. Ha ezt betartják a járművezetőt, akkor a közben is az oldalon biztonságosan megszületik. Valóban a rendőrösséget úgy jelentkezik, hogy nem előzők szabályosan parkolnak el ott a járművet. Jó, tehát a Kressz ezt rendezi, a táblák rendben vannak. Ilyen lassító táblát, nyilván is pénzkérdése, egyet már sikerült be lassításra, figyelmeztető táblát sikerült, egyet beszereznünk, drága. Ezt ugye a rendkívül forgalmas Zrínyi utcába tettük ki, de nyilvánvalóan ez hosszabb idő alatt, azért több helyre szeretnénk, más igények is vannak. Úgyhogy remélem, hogy a táblák beszerzése még a közeljövőben, vagy legalábbis középtávon lehetséges. Fort Péter? Nekem csak az jutott eszembe, hogy nem volt már ott ilyen épített lassítom, tetszertet bontani, hogy rosszul emlékszem, hogy voltak ilyen bukkanok, amit egyszer megcsináltak már ilyen régi időkben, és aztán csak mégiscsak zavaró volt a jó napozsárnak. A Radnótiban van köb is, a József Attilában én is úgy tudom, hogy volt. Hát miért leaszfaltozták? Igen, csak azóta eltelt 20 év, és megépültek a társaságok. A járda használhatatlan, tehát azt már nem is mondom, hogy mind a két utcában használhatatlanak a járdák. Olyan szinten, hogy a Radnóti utcában már van, aki felszette a térkövet, mert nem tudja kinyitni a kapuját, mert megemelkedett a járda. A József Attila utcában belőli a bokor, hepehopár, stb. Társaság nem használja a járdákat. Mindenki az autó úton megy. Mennek a biciklisek, a rolleresek, a kutyások, a gyerekek, és megy a megnövekedett autóforgalom. Ezt mondjuk nagyjából 2019-ben jeleztem én először, de egyébként hirtelen itt összeírtam az elmúlt idők levelezéseit, csak amit megláttam, 8-szor jeleztük, vagy jeleztem én ezeket az apróságokat, de megértem, hogy nincs különösen forrás nagyobb dolgokra, tehát ezért már meg sem említem a Nyárfó utcát, a Fulgász témát, stb. De volt olyan, hogy azt mondták, hogy fekvőrendőr van a raktárban, tehát csak kéne hozni és feltenni. Ugye még beszéltünk is a Gáspár úrral, hogy a templom elé tegyék, ahol senkit nem zavar. Biztos, hogy ez erre lehetőség. Ez is a szezonban téma. Jó, hát meg kell majd. József Attila utca. Ezen kívül van ezer olyan apróság, ami valahogy Jankovicson soha nem akar elintéződni. Sem akarok felsorolni, de az, hogy csúszik a sója, hogy betontömbök vannak a vízben, hogy ígérték, hogy a új kis fákat ültetett, új fákat lefermetezik, ugyanis nincs értelme a nagyokat injektálni, hogyha a kis fák visszafertőzik a nagy fákat. Tehát, és úgy gondolom, hogy ez mind olyan téma, ami nem kerülne különösen sok pénzbe, viszont szükséges lenne. Padok, öltözőket ígértek, új padokkal, vagy új, tehát még egy pár padot. Arra már nem beszélek, hogy a 3 évvel ezelőtt, 2019-ben beszerzett kukák a parton esnek szét, a fa részek hullanak le, penészednek. Tehát sokkal-sokkal több gondot kéne fordítani a karbantartásra és ezeknek a javítására. Ez biztos, hogy igaz. Nem tudok jövendtalálni. Nézés, energia. Több kezet is látok, de igen, a csicsot. Én csak az aktualitás miatt említeném meg, hogyha már ugye a fák védelméről lenne szó. És ezáltal tapasztaltuk, hogy érdekes módon az ültetett kis fák úgymond dombba vannak, tehát nem egy vízfészek van köré csinálva, hogyha esik az eső, akkor ugye egyértelmű, hogy itt
legyen egy ilyen kis vízgyűjtő, hát azt aztán így szokták csinálni. Tehát én ezt a hiányosságként, vagy észrevételként jelzem csak meg. A másik pedig a szolacitok szólna. Furcsa dolgot vettünk észre, ugye a platán sétány bal oldalán, nem messze a parkoló órától. Van egy jelzőtábla, amely ugye a vasutat hivatott, vasútra, vasátkörre hivatott fölhívni a figyelmet, de ez pont a platástrand fele néz, tehát elvileg ugye az egy egyirányú utca, tehát nyilvánvaló, hogy rossz helyen van az a tábla. Ráadásul ugye azokat figyelmezteti, akik helytelenül visszafele közlekednek. Az ott maradt az a tábla, hogy csak azt mondom, hogy bocsánat, tábláik be, hogy intézkedjenek, akinek kell. De a Kalász úr jelentkezett. Engedem, hogy Kalász úr, Pátyi 36. Engedem, hogy visszatérnék én itt most Fejnő úr által felvezetettek fel, hogyha igazából figyelmes megolvasni az ember ezeket a mondatokat, amit megfogalmaztak, azért, hogy mondjam, hogy azok olyan mondatok, amilyen nagyon fölletbe sorakozni a mögé. Én Papa Szálvát úgy ismerem, hogy egy lelkiismeretes, tisztességes ember, nem tudom, hogy milyen utalvalóval lett Árpád elindítva, hogy nem tudnak róla az egyesületek, hogy Árpád kezeli, Árpád foglalkozik ezzel a dologra. Igaz, hogy én nem kapok újságot körbe, egy újságba kaptam utolsót, de mondjuk a újságnak a címlapján is el tudnám képzelni ezt. Ne kövessük el azt a hibát, igaz, hogy periférián vagyunk, amit mint a Pécs kultúra is fölvas elkövetett, mert annál nagyobb vakit, amit ők csináltak, az nem mindig nem tudom azt neked. A kollektív emlékezetre mondanék egy példát. Kicsit, 3 perces leszek. Mindig elmegyek a Kunfi Múzeum előtt, majd legközelebb elmegyek jelszóval, hát bementem a Kunfi Múzeumba, és tápogatott a szám. Először is azon, hogy amilyen gyönyörűen egy becéláshoz felújította, ahogyan ott van két aranyos fehérlék, vagy két aranyos kísérő, aki engem még semmit sem fizető nyugdíjazó szinten röstelkedtem, hogy úgy végigvezettek az egész tálaton, hogy átvonult a szám, egész kis finomságokat, mégis falusi pegykákat is beleszültek a dolgokba, ott tudtam meg, hogy a hölgy kollektív emlékezetet összegyűjtve december 10-én egy könyvet fog kiadni Kunfiról. Nekünk itt potenciálban sokkal nagyobb lehetőségük lenne Balatonból, hogy ilyet csinál. Azt tudják, hogy tudják például a polgármester, hogy a talán egy legkisebb kultúrás esemény Bogláról a törvényt, a Hangárnak kultúra, például a temetőn, ami van. Tudja, hol lesz ennek a kiállítás, amely a kultúrás fővárosban? Nem. Nem tudja, de mondom, Veszprémben lesz. Azért, mert mi elhibáztuk ezt, hogy Veszprém, hogy nem Veszprémben, hanem, bocsánat, Füleden, Balaton Füleden. Viszont nagy közel van Füledi. Ez a nagyon hivatnak tartom, és szeretném megkérdezni, mivel Galántai itt volt. Igen, de egy kicsit volt a Galántai, nem tudom, miért nem ide csinálni. Olyan nézése van, hogy te kicsit le lehet volna rászni ez a probléma. Jó, a Kopasz Árpád most meg lehet már itt szólítva, nincs most itt, hát a mögött nem, nem tudok itt mondani, mert nyilván jobb lenne, ő nyilatkozna, akkor felszólítjuk, hogy ezzel azért most kell foglalkozni. A Galántai úr itt volt, még 2 évvel ezelőtt, már akkor terveztük ezt, hogy mindenféle víziói voltak, hogy itt a helyszínen, ugye a Avangárd akkori helyszínen, a Avangárd festőkönyvtári, ugye akkori művésztelepének a kék ápolna. Erről beszélünk, itt volt személyesen, aztán meg tudom, elsikkadt ez. Ezek szerint a Füledbe küldt, ezt nem tudtam. Én is vártam, hogy ezzel kapcsolatosan lesz valami lépés. Na, tehát nyilván ebben egyetértek mind a Steiner úrral, mind a Kalász úrral, hogy lépnünk kell, és nyilván mivel ezt a városkormányzat kiszervezte a Jankovics Alapítványnak, most tényleg akkor rajtuk a sor, hogy tárja elénk azokat a lehetőségeket, amivel nyilván mi is támogatjuk, és egyébként köszönöm, hogy ez egyáltalán figyelmeztettek minket erre, hogy ez tényleg sok potenciál van, amit ne szalasszunk el. Ebben egyetértünk. További kérdések következnek. Igen. Teljes Jernyi vagyok, Szőlős Kislak, Római utca 21.
Örömmel vettem, amikor a kihelyezett részönkormányzati ülés volt Szőlős kislapon, hogy azt követően kicsit nagyobb figyelem terelődött az önkormányzat részéről Szőlős kislapra. Sok minden olyan dolog történt, amit vártunk, illetve szerettünk volna. Többek között ilyen a játszótér, amelyik az Ifjúság utcában van. Nagy lendülettel nekikezdtek a játszótér építésének, hoztak egy-két eszközt, letették a játszótér helyére, ástak egy gödröt, aztán ez így megtorpanult. Azzal, amikor a Jánosi projekt befulladt, vagy feltükeztődött, így hirtelen a lendület is megszakadt Szőlős kislapon, és ott áll egy játszótér, ami nem készült el, viszont életveszélyes és balesetveszélyes, hatalmas gödör, nem tudom, hogy miért nem lehet befejezni. Úgyhogy fölhívom a figyelmet arra az önkormányzatnak, hogy ezt a játszótér felújítást sürgősen fejezzék be, készítsék el a játszótér. Nem tudom, hogy mi kell még hozzá. Minden ott van a helyszínen, az eszközöket kéne felszerelni, és homokot kéne oda hordani, hogy a gyerekek homokba hubbanjanak. Szeretném kérdezni, hogy mikor, mindig a mikor kérdezzük. A lényeg az, hogy ott elbeszéltek egymás mellett. Tehát ugye megvolt a játszótér helye, ki volt jelölve, és akkor jött az egyesület, hogy az ott nem jó, de a kollégám jobban elmondja. Tehát igazából nem mi vagyunk ott teljesen a hunyók. A játszótér egyébként megrendelés alatt áll, ugye? De akkor mondd el, az légy szíves pontosan. A játszótérnek a kijelölése egyeztetve volt a kislapért egyesülettel, egy része megvalósult ennek megfelelően. A másik része az viszont függőben maradt, és most miután a kultúrász területen a bővítés most pillanatnyilag nem valósul meg, illetve nem kapott az önkormányzat forrást, úgy döntött a polgármester, hogy ott megépíthető lesz a fővítész úr javaslatára a maradék játszótéri eszközöknek az elhelyezése. Tehát ezt ott fogjuk elhelyezni, ami még megrendelésben vissza van. Jó, tehát megvan rendelve, tehát mégis ez, azért mondtam, hogy ezt évvégéig, vagy év elejéig ennek a játszótérnek el kell készülnie. Itt a helyszín az, ami itt vita volt, valóban. A megtorpanás pont amiatt volt, hogy nem lehetett tudni, hogy lesz-e ott építkezés, vagy nem, vagy nem, vagy nem ezért, igen, de itt a főépítész van. Én is részt vettem a végén ebből a és megmondom őszintén, az elején ebben a helyszín kérdőben nem voltam benne, és akkor jelentem, és láttam, hogy ott a Disney-nek a Globusza mellé került, egy kicsit ezt úgy kiakadtam rajta, hogy most miért oda, amikor ott a nagy játszótér, és ebben én is hibás vagyok, hogy a másik fele nem készült el, hogy a kultúrház mellett nem tudtuk, hogy lesz a bővítés, nem lesz. Hát itt a helyszínekkel dobálóztunk már elég sokat, hogy a templomnak a kertjével menjen, de én úgy érzem, most egy három helyszínen ne csináljunk a játszótelet. Tehát én szívem szerint az a jelenleg Ifjúság utca végén az a nagy területre tennék le a focipálya mellé, ahol már régiek vannak, vagy kiszed, vagy legalább mellé, hogy ott legyenek egy csoportba, csak most elkezdtük a vízmű mellé rakni, tehát ez is nagy ilyen megtudottam, és ilyen kis szakmai bizonytalanság volt. A másik felét, ugye hat olyan játékra nem vagyok, a másik felét pedig akkor azt teszik, hogy akkor a kultúrház udvarán esetleg ott helyeznénk el, hogy akkor két helyen van a falu központjában, meg a szélén van a játszótér. És akkor én azt tudom mondani, hogy ha most tényleg megint téma volt, hogy ott ezt elég gyorsan meg lehet most már az oldalon, a játékok ott vannak, csak be kéne akkor fejezni a telepítését. Tehát szerintem azt meg lehet úgy érteni, hogy ezt... Meg, hát meg ráadásul benne vagyunk a folyamatban, mert a kivitelezőkkel hogy állunk. Az biztos, hogy még egyszer mondom, tehát a helyszínnel voltak viták, itt van az egyesület vezetője, akinek esetleg megadom a szót, hogy ezért ezt ezért tegye helyre, hogy igazoljon minket, hogy a ti kérésetekre került ez ott
áthelyezésre, mert ugye megvolt az, hogy a nagy placon lesz, ott, ahol már most is vannak játékok. Bocsánat, polgármester úr, azért nem egészen történet. Akkor hol van? Én így tudom meg. A műszaki osztályvezetője megkereste az Egyesületet, hogy akkor a játszótéri elemek elhelyezésével kapcsolatban szeretné a segítségünket kérni. Kijött a Gáspár Szőlős kispadra, ahol találkoztunk, ahol azt közölte velünk, hogy 6 darab játékelem lesz kihelyezve a település részre. Igen. És mivel a művelődési ház környékén, ugye a művelődési ház udvarán lévő játszótér megszűnésre került volna, ezért a műszaki osztály, a Gáspár úr tájékoztatott, hogy 3 játékelemet a polgármester úr kérésére valahol a falu központba helyezzünk el. Tehát az, hogy meg van osztva a 6 darab játékelemnek az elhelyezése, az nem az Egyesületnek az ötlete volt. Mi akkor indítványoztuk, hogy a platánnal beültetett térre, volt egy térre, amit használunk rendezvényekre, hiszen bízunk abban, hogy a művelődési házak előbb-utóbb felújításra kerül, de arra az időszakra, ami felújítva van, addig mi azt a teret használjuk gyakorlatilag minden közösségi célra. És hogyha oda telepítették volna azt a 3 játékelemet, akkor annak mi a kárát szenvedtük volna. Ezért kértük, hogy azt a 3 játékelemet akkor a templom mögé, az üres területre helyezzük el. Úgy is volt, hogy meg is kértem a Lackó Florián plébános urat, hogy engedélyezze oda a játékelemek lehelyezését. A másik 3 játékelemnek a lehelyezésének a helyét a Globusz melletti területre a műszaki osztályok igazgatója Gáspár úr mondta, hogy ő ott látná jónak, mivel oda ültettek fákat, ezért akkor legyen ott a 3 új játékelem. Én a műszaki osztályon nyilván nem fogok vitába szállni, hogy hova helyezi le, hiszen valahol a főépítészmódnak is, vagy a városnak kellene meghatároznia, hogy milyen játszótér. Légi Otto úr is elmondta, hogy a művelődési ház udvara nem játszótér, de gyakorlatilag le van helyezve egy elem, de azt mi, az Egyesület ne nevezze játszótérre. Úgyhogy jó, szeretném. Akkor most már biztos, hogy lesz játszótér. Azt, hogy hol legyen, akkor a főépítész úrral egyeztetni kell, mert azért ez, azt gondolom, valamennyire szakmai kérdés is, és akkor a műszaki osztályunk pedig akkor ezt gondozni fogja, és akkor a válasz az, hogy a város határidőn belül lesz játszótér. Igen, mert az eredeti kérdés az. Akkor a lényeg a hozzászólásunknak az, hogy jelen állapotában, ami most ott van, az baleset veszélyes. Tehát azon változtatni kell sürgősen, hogy aztán hova kerül, és mi lesz a sorsa, de most ez így nem jó. Értem. Lenne még kérdés. Ja, tessék, jó. Tehát akkor játszótér, így lezártuk, lesz, megjavítja. Igen, Zita? A játszótérre kapcsolatban, a 10 millió fa Balatonbogár csoport ültette oda a Globuszhoz a fákat. Ez kb. 2 évvel ezelőtt volt, amikor ezek elültetésre kerültek, akkor mi egyeztettük a város üzemeltetéssel, konkrét rajzokat és terveket kaptunk, illetve meg lett beszélve a felépítész úrral is meg lett beszélve, ugye? Igen. A fák azért kerültek oda. Azért nem a szembelépő játszótérre kerültek, mert akkor az volt az álláspont, holott mindenki azt kérte, hogy a játszótéren legyen fa, mert meg lehet sülni, illetve a játékokat nem lehet használni, mert olyan annyira felforrósodnak. Azért nem került a játszótérre a fa, az elültetett fák, mert azt mondták, hogy az baleset veszélyes, játszótérre mellé nem lehet fát ültetni. Most ehhez képest elültettük a Globuszhoz a fákat, privát pénzből, privát kezdeményezésre, privát munkával, nem is egyszerű munkával, és legnagyobb meglepetésünkre egyszer csak ott termett a fák között, ott termettek a játszószerek félig meddig. Szóval a pikatériája az, hogy én azóta a gyerekesektől csak azt hallom, hogy azért nem jó ez, hogy az út két oldalán vannak a játszóeszközök, mert hogyha valaki két gyerekkel lemegy a játszótérre, az garantált, hogy az egyik oldalon akar játszani, a másik oldalon, illetve rohangásznak át. Arról nem beszél, hogy a régi játszótéren lévő játékok, egy hinta, meg nem tudom, mi van ott, azt szerintem konkrétan baleset veszélyes, és olyan mire elhasználódott, hogy azok cseréje szerintem mindenképp indokolt lenne már.
Jó, tehát játszóteret rábízzuk akkor az illetékes hivatali hivatalra, illetve akkor a főépítészület még egyszer megkérjük, hogy a szakértelmét is vesse be ennek a kérdésnek a tisztálására. Jó? És akkor lesz játszótér, mert már mondom, meg van rendelve, csak itt sakkozunk a területekkel. Mit, van kérdés? Igen. Igen, tessék. Lehet, hogy még ehhez is kapcsolódik. Örömmel olvastam, amikor a polgármester úr válaszát az Rény utcai lakók panaszával kapcsolatban, ahol sérelmezték az Rény utcának a forgalmát, az ott szárgundó autókat. Nem tudtuk teljesíteni az Rény utcai kérését, azt el kell mondanom. Ez csak egy rész meg. Ebben a tájékoztatásban, amit válaszul adott az polgármester úr, arra is kitért, hogy megkereste a Fonyódi rendőrkapitány, aki válaszolt önnek, és tájékoztatta, hogy az Rényi úton rendszeresen, heti rendszerességgel tartanak forgalom ellenőrzést, trafipaxos ellenőrzést. Én a Római utcában lakom, a Római utcának azzal, hogy lelépel most már Szilárd burkolat köti össze, iszonyatos forgalom terhelése lett. Még annak idején az önkormányzat ezt a Római út, Ifjúság utca, Boglári út részen lévő területet levédte 40-es sebességkorlátozással, és 5,5 tonnás járműveknek, illetve lassú járművek és nehéz járművek kiszűrésével. Gyakorlatilag, amióta ez az útszakasz megépült, azóta ezt senki nem tartja be. Iszonyatos forgalomterhelés mellett nehéz járművek közlekednek, az út mentén lévő házak jelentős része vegyes szerkezetű, és már most lehet látni, hogy repedeznek a falak. Többek között az én házam is. Tönkre fognak menni, mert nincs megfelelő alap. A sebességkorlátozást, illetve a súlykorlátozást senki nem tartja meg. Kíván-e tenni valamit ezzel kapcsolatban az önkormányzat? Szeretném föltenni a kérdést. Köszönöm. Ez mindig egy ördögi kör, amíg hepeupás egy út és pózik, addig akkor az a baj, vagy por van, de akkor a sebesség talán nem. Akkor, amikor elkészülés ilyen sztráda minőségű, akkor pedig gyorsan mennek rajta. Valóban ez megoldásra vár az előző is, azt megoldottuk, már nem porzik, viszont most meg száguldoznak rajta. Mit lehet tenni? Nem tudok forgalom megállítani, azért a kollégámat kérdezem, hogy van-e erre valamilyen megoldás, tábla, kereszt betartása, azon kívül, hogy az állampolgárok fegyelmezettek vagy fegyelmezetlenek, akkor a negyedik kulcs a rendőrség. Valóban, ahogy ön mondta, nekem azzal tájékoztattak a rendőrség részéről, hogy a Rényi utca nem igényel rendes, hivatalos trafipaxot, ami mér és fényképez, akarjuk, oldjuk meg, erre az a fél megoldás született, hogy legalább figyelmeztetjük a strádáról lejövő, és megszokták, hogy 160-nal jönnek, és még nem veszi észre, hogy már beért a faluba. Na hát most arról legalább villog neki, én nem tudom, hogy nyilván ott is egy ilyen megoldást el lehet képzelni, az is pénzbe kerül, de hogy van-e egyéb forgalomtechnikai módszer, amivel ezt kezelni lehet, azon kívül, hogy tartsák be a táblákat az emberek, tartsák be a keszszabályt, nem tudom, Laci, mert tudunk valamit mondani. Súlykorlátozó és sebességkorlátozó táblákat lehet kihelyezni, vagy a táblák zöldös kislapon is 7,5 tonnás súlykorlátozása érvényben. Kötelező ellenfelül érkezik a település határánál is el van helyezve egy ilyen táblát, valaki láttam el is forgatta, de visszaállítottuk, most nem tudom éppen milyen állapotban van a táblában. Viszont a utasítást adó tábláknak a hatásossága attól függ, hogy betartják-e a közlekedők, vagy be lehet-e tartani rendőrendő formálisnak sajnos nincs. Jó, tehát
Egyébként nyilván jogos, amit mond, meg nyilván mindenki a saját házát félti a legjobban, és ott tényleg van egy ilyen rezgés. Én azt el tudom képzelni, hogy ott károsodnak az ingatlanok, hogy mi a teendők, ezt nem tudom megmondani, azon kívül, hogy nyilván jeleztük a rendőrségnek, hogy amennyi foganatja volt, lehet, hogy nem sok. Szóval szeretném elnézést, jó lenne, hogyha más az, hogyha én írok levelet a rendőrkapitánynak, meg ha ön írt levelet a rendőrkapitánynak. Higgy el, hogy megírt már. Ezt szeretném kérni, hogy jelezze. Jó, viszont lesz most megint egy alkalom, hiszen a közmeghallgatás alapján újabb levelet írhatunk akkor ezzel kapcsolatosan. Rajtunk nem fog múlni, tehát a levélen nem fog múlni. Az, hogy milyen hatása lesz a levélnek, reméljük, hogy talán tényleg mondom, a Zirinyi utcát azt lesöpörték, de ugyanakkor kaptunk lehetőséget, hogy a 7-esről kifele menet Fonyód felé hivatalos trafipaxhoz is hozzájárulhasson a válasz. Mindjárt megadom Zita szót, csak fejezem. De az is milliós, nem tudom mennyi volt a vállalat. 2,8 millió csak az, annak a városnak a része, az ön része, amire egy ilyen kis dobozt elhelyez a rendőrség. 2,8 millió forint, és ez a kis villogó tábla is 2 millió fölött volt, nem tudom rá. De ezek mind súlyos millió, de a levél az nem kerül semmibe, az meg. Zita? Én szeretnék csatlakozni, akkor, hogyha lehet ebben a levélben, akkor beírni egyrészt a József Attila utcát, illetve a postaközi parkolás. Hogy ellenőrizzék a rendőrök a kezdbetartását. Hát kérjük a rendőrséget, hogy intenzíven. Illetve kérdés, hogy vajon a rendőr miért nem bünteti meg a szabálytalanul parkoló ezt tőlünk nem tudtessék, hogy intézték. Ki mit? Jó, tehát igazán. Jó, a komplex levelet fogunk írni, és több kérdést fogunk benne akkor a rendőrség fele közvetíteni. Nyilván hivatkozva a közmeghallgatásra. Is. Kérdés? Igen? Ja, nem látok. Somogy Márki, ja. Keresi Judit vagyok, Bodlár, Platán 12. Judit, tessék, hallgató. Ezzel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy korábban, amikor már átépítésre kerültek az új kiszolgáló részek, ott a WC kabinok, akkor is volt még lehetősége a vendégeknek a matracokat, székeket, nagyobb dolgokat elhelyezni, kibérelni, és egy-két hétre, amíg itt voltak, akkor nem kellett minden nap kocsival lejönni, hanem ott volt mindenük, és tudták távolni. Na most ezt már korábban is mondták a úgy magyar, mint külföldi vendégek, de most, amikor kiderült számukra is, hogy fizetős lesz a parkoló, akkor többen is felvetették, hogy miért szüntették ezt meg, hogy el lehessen helyezni ezeket a nagyobb dolgokat a kabinokban. Tehát mi lett azokkal a kabinokkal, vagy... Tehát nem tudom. Kérdés, itt van az igazgató, ő a kezelője. Vagy mi lesz másik? Jó, akkor először ezt hadd válaszolni, ha megtudjuk. A kabinokkal kapcsolatban az a helyzet, hogy előző évek tanulszolatában nem hozta meg a kabin azt a pénzt, ami egy dolgozó bérét felezni. Ennyi. Ez elég nyomós érv azért, sajnos. Az ingyenes szolgáltatás sok körével nagyon gazdagon el van látva Balaton-Boglár, de ezt akkor ezek szerint nem tudjuk ingyen adni. És jó, tehát mi már ezt többet felvetették, de látjuk biztosan, hogy nem annyian, hogy ezt a... Hát lehet, hogy egy vállalkozásnak valaki ezt mondjuk így ebbe fantáziát lát, akkor esetleg a helyszínt bérbe adjuk, és valaki ezzel keressen pénzt. Például ez egy ajánlatom. Köszönettel meg lett oldva a WC probléma. Tavaly télen már ki volt éve egy mobil WC. Most azért is mondom így hangosan, mert is akik
a tévén keresztül nézik, vagy Facebookon, hogy aki még nem tapasztalta, akkor tudja, hogy ez már tavaly meg lett oldva, illetve már az idén is ki van helyezve. De akkor, ha már végződik, akkor azt meg azért nem, azt nem értem, hogy nyáron miért kell két embernek ott ülni egész nap a WC előtt, pont ezért, hogy költségkímélő lenne, hogyha, tehát hogyha én üzemeltetném, akkor egyet ott ültetnék, mert ugye a kasszát nem hagyhatja ott, a másik pedig kitakarítja, elmegy a középső vécéhez, elmegy a harmadikhoz, mert feltételezem, hogy azért van kettő, az egyik takarítja, a másik meg szedi a pénzt. Tehát, hogyha már takarékosság, akkor miért kell két ember? És jó, köszönöm a kérdést, nyilván az igazgató tudja a munkaszervezéssel kapcsolatos kérdést megválaszolni, kérem, hogy... A következő dologban azért van két emberünk, az konkrétan a platán WC-re vonatkozik, mert 9 órától 22 óráig van nyitva a WC, és két emberre tudom megoldani. Különben egy emberre oldanám meg, akkor annak egy túlórát kell fizetnem, és azért el lehet gondolni, hogy az körülbelül 92 nap folyamatosan. És akkor egy átfedés van? Igen. És akkor a 88 óra? Van átfedés. Nem egyszerre van. Nem egyszerre van. Nem egyszerre van. Biztos már azért mondjuk. Értjük. Hát, hogyha ez a válasz megfelelő, akkor ezt tudjuk mondani, hogy a két munkakör átfedésénél vannak ketten. Kalász úr? Bocsánat, még egy apró dolgot szeretnék mondani. Nagy örvendetes dolog volt, ezeket nagyon csinálni hirdető táblákat beszélte, aki azt mondani. Úgy gondolt, hogy nagyon csúnya, csak nincs helyette másik. Hát egyszerűen nincs lehetőség Bogláron egy plakát normális és mint a kultúra kihelyezésére, és ami elégfőznek a figyelmet, hogy a Balaton környékén ezt a Szemesi Társaságot, aki ezt a manókat, meg nem tudom micsodát menedzseli, mindent leragasztanak. Több helyen, Fonyódon is, ha jól emlékszem, még más helyen kitiltották ezt a társaságot, a Balaton, vagy a város plakátolásában. Alig van lehetőség kirakni egy normális plakátot, egy rendezvényről, és még ráadásul még le is javasztják ezeket. Úgyhogy ha gondolja esetleg a testület, akkor társszervezetek együtt a városi közösséget adnak egy javaslatot ennek a megoldására. Köszönöm, ez teljesen jogos, hiszen nyilván a saját plakátjainkat, vagy a saját hirdetőinket, hirdető felületeinket inkább a saját szervezeteink használják, illetve a város. Azt nem tudom, hogy hogy állunk egyébként szabad hirdetőoszlopokkal, vagy lehet-e karba tartani, de itt van a pénteket. Én úgy tudom egyébként, hogy maradtak meg... Maradtak meg? A standra, igen. Hát, hogy lehet-e karba tartani, felújítani, visszahelyezni. Tehát nem a régiek, hanem ilyen jóformájú tábláink pár évvel ezelőttről megmaradtak, szerintem ki lehet helyezni néhányat belőle egyébként. Akkor a helyszínt, és akkor az igazgatóra lehet helyezni. Én szeretnék csak hozzátenni, a Kalász Zoltán képviselő úr ezt már egyszer felvetette, és utólag annyiban maradtunk, hogy mivel egyszerre nagyon sokba kerülne azok a hirdetőtárnak a kihelyezése és legyártása, amilyet mi szeretnénk, hogy lépésekről lépésekre... Dolgozzunk a régiekkel, igen. Akkor egy kis kompromisszum. Elég csúnyás ahhoz, amit a Balázs úrról mindig beszéltünk. Én előttem soha, amit már jövettünk, és nem raktuk ki. Tehát majd megnézzük. Jó, hát van az a nagy még. Egy-kettő nagy. Igen, egy-kettő nagy. Jó, arról beszéltünk. Hirdetőt lezártuk, van-e kérdésük még? Steiner úr újfent. Én most fiatal Szőlős Kisztaki barátom Molnár Laci nevében, tehát én az öreg hangja vagyok Molnárban, Kifjúság utca 9 plusz minusz. A játszótérrel kapcsolatos dolgokat átugrom, mert az itt elég részletesen ki lett tárgyalva, és írásban át fogom adni ugyancsak ezeket a kérdéseket, tehát nem várok most hirtelen választ. Az ő pontjai az együttműködésről szólnak, az önkormányzat és civil együttműködésről. Az első ilyen pont a múltba egészen nyúlik vissza. Elküldték, ez volt a hosszú fagyoskodó óra, elküldték a kérdéseiket a részönkormányzatnak, játszóterekkel, környezetvédelemmel, optikai kábeles fejlesztéssel és a testületi ülés hangfelvétel minőségével kapcsolatban nem kaptak rá választ.
Tehát én azt gondolom, hogy ezt javítani kéne, ezt az együttműködést. Az újabb kérdések, játszótereket ugrom, illetve egy kérdés az nem ugorható. Kérdezi, hogy ha meghibásodást tapasztalnak a polgárok, akkor az kinek is hol kell jelezni. Tehát, hogy egy játék elromlik, vagy veszélyes. Fel van sorolva négy környezetvédelmi kérdés, mindegyik arról szól, hogy ha valaki szabálytalankodik, mondjuk szemetet tüzel el, vagy bejelent valaki, mi lesz ennek a sorsa? Tehát a végrehajtás. Szabályok vannak rá, nem tartják be az emberek, vannak jó érzésű polgárok, akik ezzel fellépnének, de megakadnak. Ugyanígy a kérdés az, hogy mi lesz 2023-tól a zöldszállítás és a komposztálás folyamata, és ez a negyedik ponthoz illeszkedik a spóroláshoz, hogy mennyibe fog ez kerülni az önkormányzatnak 2023-ban. És végül a spórolási terv, nagyon kíváncsiak, hogy mivel tudnak segíteni az önkormányzatnak abban, hogy először is információt várnak, hogy hol vannak a szűk keresztmetszetek. Mit lehet tenni annak érdekében, hogy minél több helyen, minél több ember foglalkozzon azzal, hogy csökkentsük az energiafelhasználást. Csöndbe jegyzem meg, hogy itt is van meleget van, mint kéne. Köszönöm. 18 fok van, de már lehet, hogy már belehet. Ütés délután ott a nem ütés. Na, tehát ezt a 18 fokot mindenhol tartani kell, egyedül az oldal kivétel a 20 fok lehet. A kérdéseit akkor a várjukírásban nyilván sok volt egyszerre, nem tudunk most erre minden válaszolni, de egyébként lesz a fogadóra kislakon, amíg még a ház üzemel. Mikor lesz a fogadóra? Jövő kedden, tehát nyilván személyesen lehet a rész önkormányzat vezetőjét megtalálni majd. És most nem ígérek lakossági fórumot januárra, mert a ház lehet, hogy már építés alatt lesz, lehet, hogy alternatív helyszínt esetleg keresünk, mert nyilvánvalóan szeretnénk a kontaktust tartani nagyobb létszámmal is, de az részönkormányzat fogadóráját, ha más helyszínen is biztosan meg fogják tartani kislapon a téli takarékos időszakban is. Nagyon sok fél takarékossági intézkedésről lehet, hogy nem tudnak, mert esetleg nem jut el az újság, de a döntött a testület ma is különböző szigorításokról. Itt inkább a középületekre vonatkozó rendelkezéseket tudunk mi tenni. Az, hogy az egyes polgár hogyan tud ebben segíteni, hát nem sokat. Nyilván nekünk kell a középületeinket ilyen szempontból rendszabályoznunk. Sajnos ide jutottunk, de hát ez a helyzet most ez diktálja. Kezeket fel, hogyha valakinek jól van, hozzáfűzni a kérdésre. Nincs időközben, itt van a Kopasz Árpád, a Jankovics közalapítványtól. Csak én szólítalak meg, mert lehet, hogy nem hallottad, vagy nem követted nyomon, amikor erről volt szó, hogy a Veszprém Balaton Európa kulturális fővárosa kérdésében várunk majd egy tervet a felvetések alapján is, és maga a testületülésen is ez téma volt, hiszen jövőre elindul ez a kitűnő programsorozat, Tücsi is ehhez hozzászólt, úgyhogy azt gondolom, hogy most nyilván nem kell, hogy mindent elmondjál, de hogy akkor annyit, hogy akkor ezt akkor gondozza az alapítvány ezt a problémát, vagy ezt a, nem problémát, ezt a rendteltes jó lehetőséget. Csak röviden annyit, hogy útközben részben hallottam, mert útközben a telefonomon az élő közvetítésre láttam, de hát igen, a részletekről tájékoztatás. Köszönöm szépen, ez a lényeg, és akkor a Kalász úrnak is, illetve Steiner úrnak is, meg az egész közvéleménynek, akit ez érdekel, akkor a közeljövőben akkor részletes tájékoztatást fogunk adni, illetve várunk. Nincs további kérdés, akkor amit én mondtam, hogy két mondat erejéig azért a Balatonparton zajló minisztertanács üdülő építkezése az egy kis közéleti vihart kavart, hiszen megjelent a 24.hu-n egy viszonylag rosszul megválasztott cím alapján, alatta viszont egy eléggé korrekt összefoglalása azzal kapcsolatosan, hogy mi zajlik a minisztertanács üdülőben. Ugye a Balatonpart beépítése mindig egy közéleti kérdés, mert ugye mindenki szeretné, hogyha a régi arculat megmaradna. És hát azt a város is szeretné, és ez a villa, ez a Fodor Gyulának
egykori építésznek a magánvillája, amely aztán állami tulajdonba került, és hányattatott sorsú volt, egészen idáig az összeomlás szélén állt. Nyilván több bérlője vagy használója volt a kormányzattól elkezdve, néptelen volt, sok évekig csak fűnőtt az erkélyen. Most valóban új tulajdonos van, ráadásul most már a második új tulajdonos. Az első tulajdonos még a Covid idején keresett meg azzal, hogy megvásárolta az államtól a területet, és szeretne ott építkezéseket folytatni, és kérte a villának a védettségét levenni. Ekkor nem ülésezhetett a testület, és én egy személyben a testület nevében döntöttem úgy, hogy ezt a, és nyilván a Korpéter főépítész úr javaslatával egyetértésével, hogy ezt a védettséget nem kívánja a város feloldani, tehát a villának továbbra is állnia kell. A következőben ez a tulajdonos megvált az ingatlantól, neki nem tetszett ez a döntés valószínűleg, vagy más tervei voltak, egy újabb tulajdonoshoz került, akik már egy szolidabb megoldáshoz nyúltak, és itt ugye kérem akkor a főépítész úrnak a tájékoztatását, hogy ez a védettség továbbra is fennáll, illetve hogy áll fönn, és mi a kötelezettsége az új tulajdonosnak. Az, hogy most hogy néz ki, nyilván egy torzó, az, azért ne rémisszem meg senkit, mert ez nem a végső állapot. És akkor most, hogyha ehhez hozzáfűzni a De a védettség az egy helyi védettség, nem egy országos véleményét, tehát azt a helyi testben dönti el, főépítész javaslat elég itt a védetnek, vagy nem. Ezt én továbbra is fenntartottuk, mert hogy folynak ezek a régi villák. Valóban nem volt jó műszaki állapotban, de menthető volt. Nyilván, aki megvette, úgy érezte, hogy hát ennek mondtani kell az a legegyszerű gazdaságban, ezeket nem így nem kell műszani. Ha csak anyagi oldalon nézzük, érzelmi oldal, ez egész más. És hát ezt ragaszkodtunk, hogy kutatottunk, és az új tulajdonosa ezt belátta, és hát egy új funkciót kell egy ilyennek találni, ami nem találni a funkciót, az csak pusztul. Ezért lakásokat tudnak építeni a területen is, meg a világból is, és most az, amit látunk, az tényleg nem szép állapot, de hát ez egy építkezés, és lebontották a tetőt, ablakot nem tudom, de vissza fogják állítani az eredeti utcai homlokzatot és tömegformát. Az való igaz, hogy hátrafele bővítik ezt a villát, de azért igazodva a formájához. Az is igaz, hogy előtte borzalmas toldalékok voltak hátra, amit nem is láttunk, amit elmondhattak. Tehát a helyvédettségben az utcai oldal nem fog sérülni, és nem engedtük kivágni például a platánfákat előtte, az is ragaszkodtunk, mert szívesen, hogy a parkolás még ez egy külön probléma, hogy tudnak felállni, kerülgetni kell. Hát azt gondolom, hogy ez ilyen szempontból sikeres történet lesz a végén, hogy elkészül, hogy a tényleg szép lesz a villa épülete, katánfákkal, úgyhogy ez megmarad, legalább ez az egy épület, hogy készül. Mellette pedig lehet látni, ahol ugyancsak építkezés megy, ott is azt mondom, hogy még ahhoz képest szerencsés az építkezés, mint amiket néha lehet tapasztalni a Balatonnál, hogy ugyan társasház épül, de az előző tulajdonos ott is volt egy tulajdonosváltás. Az előző tulajdonos egy viszonylag nagy, egytömegű társasházat képzelt el a vízre lemenően. Az új tulajdonos viszont ilyen 5 darab, ilyen kisebb villa jellegű épületet épített. Kicsit azt mondom, hogy ennek a régi, nem teljesen modern épületek, de a régi karácsonyban megfelelő épületek lesznek, középpen le lehet látni a vízre, ilyen házak között, tehát még ezért szerencsésen alakul, úgy gondolom, azt képest most, hogy mondjuk Balaton leellé micsoda építkezések mennek ezekben a régi nagy üdülők helyén, mi ezt még megúsztuk, és talán nem csinálunk. Mivel nincs több nagyon sok terület már, azt gondolom, Boglár, ilyen szempontból valóban szerencsés, hiszen mondhatom azt, hogy sikertörténet a Kézilabda Akadémia, volt vasutas ügyülőnek az újjáépítése, de jól sikerült azért a... itt nem akartam mondani. Másik. A
másik, amik magánszázak készültek, ugye... Kocsis Iván féle is, mert azok is normálisak, és akkor az akadémia után... Jókai féle beépítés is jól néz ki, nem tömbös, nem olyan, mint Lellén. Tehát azt gondolom, hogy Boglár ilyen szempontból nem lellésedett el ilyen rossz értelemben, most elnézést a lellejektől, de valóban ezt, ennek azért örülhetünk, és itt is azt gondolom, hogy nem kell nagyon megrémülni a mostani látvány, biztosan meg fog szépülni, amikor felépül az épület is. Ezért fölöslegesnek tartom, hogy ezzel egymást tergeljük, hogy... Egyébként, bocsánat, még egy eszemültött, mert a telken belül volt kettő darab patán, ami hát nagyon úrban volt, de ez telken belül volt, és hát kérték, hogy hadvágják, és akkor végül is az lett a vége, hogy jó, kivághatták, de 9 darabot elültettünk belük a fő utcán közterületen, úgyhogy az most került elültetésre, nem tudom. Jó, és akkor Kalász Zoltán. Nekem lenne csak egy rövid kérdésem, mert tőlem kérdezték, és erre nem tudtam válaszolni. Amikor mi átminősítettük azt a területet, lakópark, vagy nem tudom, hogy kell mondani, akkor a városnak lett volna lehetősége arra, hogy az építkezésnek a minőségét, meg a mennyiségét is befolyásolja? Tehát, hogy előírhatta volna, hogy a régi bőtöket hagyjon meg? Vagy sem? A rendezési terv szerint a villának az utcai homokzata védett egyébként, ami a több, igen, az utcai homokzata, meg hát a tömegformája teteje. Én mondtam még, hogy ha hátrafele most bővít hozzá, mivel a régi is már össze-vissza volt toldogatva, nem éreztem, hogy ez most akkora tragédia lenne az épületnél. Úgyhogy amit ők kértek egyébként, hogy lakó övezet lesz, azt, hogy nyilván most az állam a lakásokat támogatja, kedvező áfa, nem stb. Nekünk szerintem teljesen mindegy, hogy üdülők vagy lakóövezetben is ott fognak lakni, illetve nem lakni, de a színvonaluk az lakás. Tehát őnek csak ennyi kérésük volt, hogy lakásként lehessen működtetni, mert ez szinte minden balatonparti fejlesztésnek előjön, jön, hogy lakás lehessen az üdülővezetben, mert azt támogatja az állam. De tulajdonképpen a kérdésnél akkor lehet vagy nem lehet? Tehát elő lehetette volna írni. Tessék? Azt kérdezik, hogy elő lehetette volna. Tehát, hogy azért előírhatunk volna neki szigorú beépítést? Hát az a helyzet, hogy mikor már van egy elfogadott rendezési terv, és megveszed a tervet, csak azért, hogy elhangzol. Akkor lehet, hogy védekkel felszerelkezve a jövő utólag módosítjuk a rendezési tervét. Tehát utólag már szerintem nem lehet. Köszönöm neked. Jó, az életem. Jó, ez nem volt a közmeghallgatás kérdései között, de mivel közérdekű, és azt gondolom, hogy jobb helyre tesszük ezt egyébként, meg a városi szóbeszédben elég gyakran előjövő téma. És ha nincs tovább, igen, hallgatom. Ez már itt a másik, a egy kérdésem van. Lesz orvosi ügyelet, vagy nem lesz? Hát van. Én van. És lesz is. Nem tudunk semmi olyat a sajtóhíreken kívül, hogy ne lenne. Az, hogy változás várható, az valóban várható, de nem az orvosi ügyelet szűnik meg, hanem lehet, hogy egy központba kerül, és attól még ugyanúgy az orvosi ügyelet elérhető fog válni későbbiekben is, de erről még semmit nem tudunk. Tehát nyilvánvalóan első körben sajtóból értesültünk mi is arról, hogy a kormányzat részéről változtatni akarnak ezen, de nyilván középtávon inkább, és nem január 1-től. Igen, egy láttam egy országos listát, ahol megszűnnek. Keringenek mindenféle listák, a megszűnés az még egyszer mondom egy átalakítása jelent, tehát senki nem marad ellátatlanul, de elképzelhető, hogy egy nagyobb körzet kerül majd kialakításra, és már nem az önkormányzat gondozásában, mint most, hogy egy önkormányzati társulás üzemelteti kvázi ezt az ügyeleti rendszert, hanem ezt magához veszi az állam, egy kórházhoz rendeli, vagy a mentőszolgálathoz rendeli, sokféle variációról hallottunk. Az, hogy változás várható, az valószínű. Az, hogy mikor, azt nem lehet tudni, de biztos, hogy nem most, azonnal, vagy a következő egy-néhány hónapban. Köszönöm. És még egyszer mondom, nem hiszem, hogy ellátatlanul maradna bárki is, csak lehet, hogy kicsit messzebb jön a csillagokat. Most a mai közlekedési viszonyok között
már egyébként nem is indokolt minden 5 kilométerbe vagy 10 kilométerbe esetleg ügyeletnek lenni, de nyilván jó, ha van, csak nyilvánvalóan gondolom én ezt, hogy ez a finanszírozás szempontjából így lesz, meg nincs orvos. Mindenesetre mi szerencsések vagyunk, azt gondolom itt a főorvosunk nagyon jól megszervezte ezt, ez működik, és ha központilag ezt megváltoztatják, az nem a mi döntésünk. Ha nincs további kérdés, és egy jó bő órát itt el tudtunk tölteni, annak nagyon örülök, és mindenkinek nyugodalmas, jó éjszakát, szép estét kívánok. Köszönöm szépen a megjelenést.